Ezzel a hajóval vágott neki az idei világbajnokság dunaújvárosi futamának Cserny Béla. Idén 24 hajóból 20 kvalifikálta magát a vasárnapi viadalra, amelyen 45 kört kell teljesítenie a versenyzőknek. Városunkban 2011 után rendeznek ismét Formula 2-es megmérettetést. Dunaújváros egy régi nagy fellegvár a motorcsónak versenyeknek, és hát most ebben az évben hál' Istennek a Magyar Motorcsónak Szövetség erőfeszítéseit összeszedve igyekezett ezt a versenyt megrendezni, úgyhogy ezúttal is köszönöm dr. Sándor Péternek a segítséget, amit ennek a versenynek a lebonyolításaira eddig is tett, mert nem volt problémamentes egyébként maga a szervezés, de maga az esemény viszont tökéletesen zajlik, és hál' Istennek még az időjárás is a múlt heti időhöz képest egész kegyesnek tűnik hozzánk. Cserny Bélának ez már a 26. szezonja, ráadásul két világbajnoki címmel a háta mögött a rutinosabb versenyzők közé tartozik. Ez azonban nem minden, hiszen hajója már 7 éves, ami technikai sportban idősnek számít. Én azt gondolom, hogy már annyi versenytapasztalat és a rutin van bennem, hogy ez talán egy picit előny azokhoz képest, akik mondjuk kisebb géposztályból most kezdik el a Forma 2-t. Úgyhogy én egy ilyen rutinos versenyzőnek számítok, viszont nekünk egy picit a technikai színvonalunk egy picit alul marad a top 10-hez viszonyítva. Ezen igyekszünk fejleszteni, de ugye ez támogatók szponzorálás kérdése, úgyhogy ezen meg dolgozunk, hogy ez a folyamat ez megoldódjon. Cserny Béla a szombati időmérő edzésen a 18. helyen kvalifikálta magát a vasárnapi futamra.